Jó napot kívánok, ez a Kanizsa Café, egy új hetet kezdünk, egy örömteli hetet kezdünk, hiszen ki ne tudná, a Zala Gyöngye a Prima díjat, a Zalai Prima díjat megnyerte, és megnyerte a közönség díjat is, úgy nagyjából másfél-két héttel ezelőtt pénteken itt rendezték ugye a Voszt Gáláját Nagy Kanizsán a HSMK-ban, és két kiváló tagot köszönthetek, Tóth Istvánt és Szakos Lillát. Szervusztok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Hát ez a hét arról fog szólni a Kanizsa Caféban, hogy titeket ünneplünk, de persze beszélünk nagyon sok mindenről, néptáncról, magáról az együttesről és az egyesületről, és úgy egyébként a velünk élő vagy nem élő hagyományokról, mert hogy hiszen nektek ez is fontos, ez is a szívügyetek, nem csak idézőjelben, nem csak ott természetesen a tánc. Kicsit utána néztem, elevenítsük fel a kezdeteket, ugye 97, baráti társaság, ez fönn van a honlapon, elolvasható, mindenki máshol táncol, mindenki máshol jön, de egyszer csak gondolom, hogy egy pohár fröccs mellett, vagy nem tudom én mi mellett, az akkori tagok elhatározták, vagy egy táncos próba után. Jó, ez úgy történt. Így szokott elkezdődni a történet, elhatároztátok, hogy akkor na, együtt és közösen is csináljunk valamit, és hát, hogyha jól belegondolunk, akkor jövőre lesz ennek már 20 esztendeje, 98-ban pedig már Zala Gyöngye néven, és az első műsort összeállítva megkezdte a tevékenység a Zala Gyöngye, amely azóta Zalában, Magyarországon és az ország határain kívül is már jó néhány helyen fellépett és bemutatkozott. Mitől Zala Gyöngye? Mert nekem a Zala Gyöngye, bocsánat, nagyon hosszan beszélek, utána viszont hallgatok egész héten, mint a sír. Nekem a Zala Gyöngye az egy jófajta bor. Hát egy szőlő és egy remek bor. És hát lehet, hogy Zala Gyöngyéből volt a fröccs, nem? Igen, igen. Valóban így indult, tehát egy baráti társaság, leültünk egyszer egy kocsmába sörözni, fröccsözni, étteremben. Finomítsunk. Előtte már mindenki táncolt valahol, már egy ilyen jó 10 éves múltra visszatekintettünk, akkor mindenki mögött volt már jó pár év. Akkor éppen mindenki, legalábbis akik ott voltak, akkor úgy döntöttek, hogy egy kicsit elég volt, de azért valahol hiányzott is ez. Aztán beszélgettünk, hogy hát valamit kellene ezért csak mégis kezdeni, és akkor beszéltük meg, hogy önállóan létrehozunk egy csoportot, megpróbáljuk. Aztán meglátjuk, majd mi sül ki belőle. Ezt tett követte, még szedtünk össze egy pár tagot, hogy azért legyen létszám a csoportban, mert azért akkor ott olyan nagyon sokan még nem voltunk. 6-8 párral kezdtünk el dolgozni. Aztán csatlakoztak hozzánk még barátok, akik úgy gondolták, hogy megpróbálják ezt velünk. Leültünk, alakítottunk egy egyesületet, és ott hát akkor egy jogi keretet adtunk a dolognak, meg akkor úgy megbeszéltük, hogy hogyan, s merre, miképp, és ott gondolkodtunk, hogy mi legyen az együttes neve. Nagyon sok ötlet merült fel. És a Mokri Feri volt, aki kimondta először ezt az Zala Gyöngyét? Akkor már a második összejövetelünk történt, és akkor dobták be ezt a Zala Gyöngyét, mint a jó bor, és hát ugye egyben írva a Zala Gyöngye, mint a szőlők, hogyha eleinte még mi se tudtuk, hogy írjuk, hogy Zala Gyöngye, így külön írva, aztán az évek folyamán ez alakult ki. Egybe csúszott, és ez maradt meg. Egy kicsit meg akartuk különböztetni a bortól. Tehát így külön írva, hogy a Zala megyének a gyöngyszemeire utalhat, egybeírva a szőlő, a bor, és hát igazából ezt mindegyiket úgy magunk meg hát a szőlőhöz, a borhoz is mennyi hagyomány. Így van. Nagyon sok hagyomány kapcsolódik. Össze is hoztatok egy olyan műsort, ami például a születi hagyományokat dolgozza fel. Ez egy nagyon kedvelt műsorunk volt. És mutatja be. Ha már az egyesületet említetted, lehetett volna a tánccsoport neve is az, hogy Kiskanizsa, mert hogy az egyesületet ugye így hívják, mi közöttök Kiskanizsához. Kérdezem, egy picit álnai van persze. Hát egy az, hogy ott próbálunk, Kiskanizsa Művelődési Háza a székhelyünk, ott próbálunk, illetve hát a tagoknak, az akkori tagoknak a nagy, hát nem a többsége, de nagy része kiskanizsai volt. És hát már előtte is sokat próbáltunk ott Kiskanizsán, tehát ezek a gyökerek megvoltak, és mindenképpen szerettük volna ezeket a hagyományokat továbbvinni. Kiskanizsának is elég sok hagyománya van, azokat is próbáljuk gyűjteni, feldolgozni, színpadra állítani. Ahogy a téli ünnepkört egy betlehemes műsorban megcsináltuk, a kiskanizsai betlehemest, többek közt az is, és hát így van kötődésünk Kiskanizsához. Mai napig is ott próbálunk,
és próbáljuk megőrizni ezeket a hagyományokat továbbvinni. Ti nagyon fiatalok vagytok, két személyes történetet szeretnék kérdezni tőletek, hogy ki miért gondolta úgy, hogy a néptánccal kell foglalkozni, nem azzal a gyöngyében, hanem azt megelőzően korábban. Mert ugye, ezt csak a fiatalok kedvéért mondom, azért mi olyan korban nőttünk föl, amikor a néphagyomány, a vallás és mindaz, ami mondjuk egy teljesen másik típusú Magyarország értékeiként felsorolható, azért nem volt annyira támogatott, de legalábbis nem volt annyira népszerű. Ti mégis ezt választottátok, ez a történelmi háttér a két személyes történet tőletek. Illa? Hát nálam ez úgy volt, hogy az óvodában az óvonéném, az Ági óvonéni, aki most már a Kiskanizsai óvodának a vezetője, ugye az Ági óvonéni, ő akkor volt gyakorlaton, amikor én óvodás voltam, és megpróbálkozott a népdalokkal. Ezt így utólag tudtam meg, mert én erre már nem emlékeztem. Csak azt tudtam, hogy az általános iskolában már táncolni szerettem volna, és akkor az édesanyám a Zrínyibe iratott, ott egy ugye zenei iskola volt, zenetagozatos volt, ott néptáncot tanultunk. Az én első tanárom, az osztályfőnököm volt a Stankovics Tiborné, és ott alapba ebbe születtünk bele, ebben nőttünk bele, hogy a napjaink azzal teltek, hogy a zénekórák, az osztályfőnöki órákon, a technika órákon mi néptáncoltunk. És ötödikesek voltunk, amikor a Cser Gyuri vett minket át, és hetedikesek, amikor a Vízelő Dezső apukája, a Dezső bácsi, ugye a Kiskanizsai művelődési háznak az akkor igazgatója eljött értünk, hogy akinek van kedve, az jöjjön át a Kanizsa tánc együttesbe, és akkor így az ember sodródott. És aztán egyszer csak azt vettük észre, hogy ez a mindennapjaink részévé vált. Tehát nekem ez ilyen nagyon-nagyon természetes volt gyerekkortól fogva. Aztán, amikor meg nagyobbak lettünk már, és elkezdtük bontogatni a szárnyainkat, akkor lett az alagyöngye, amikor úgy gondoltuk, hogy szeretnénk egy kicsit önállósodni. Mi a Csontival 30 éve táncolunk együtt, tehát az együttesből 5-en vagyunk, akik 30 éve együtt táncolnak, és azért ez egy nagyon... Sose gondoltad, hogy mást kéne az írdatlan mennyiségű szabadidőddel kezdeni? Persze, rengeteg szabadidőm van. Nem, mindegyikünknek volt egy-egy szünet az életébe, és akkor az ember rájön, hogy nem tud a tánc nélkül meglenni, és ki lehet hagyni fél évet, egy évet, kettőt. Ugye nálunk az együttesben sokan a lányok elmentek szülni. Mindenki visszajön, ez valahogy úgy nagyon hiányzik, amikor valamit az ember 5-6 éves korától csinál, és az életem része és mindennapja, és a legtermészetesebb. Ráadásul édesapám falun nőtt fel, rengeteget mesélt nekem a falusi szokásokról, a hagyományokról. Az én dédmamám még kerek szoknyás, mezítlábas parasztnéni volt, és ezek az emlék. Nálunk még a falusi házban volt tiszta szoba, vetett táj, dunyha, ezek azok a dolgok, amik engem megfogtak. És így itt ragadtam. De ebben nagyon sokat hozzátett a szülői háttér, a szülői támogatás, meg hát nekem az édesapám az egyik példaképem, és nekem ő rengeteget mesélt. És így beleragadtunk talán, és így annyira jó ezt végigvinni. Nálunk a családban is, és majdnem mindegyikünknél a családban a gyerekek viszik tovább. Nekem a testvérem kislánya táncol a mi utánpótlásunkban, és ezt annyira jó látni, hogy visszük tovább. Ez egy ilyen kis gördülékeny hagyományápolás, ami a természetességen alapul, tehát semmi kényszer, hanem szeretet és szerelem. Csonti? Ha már így elhangzott, igen, az igazi neved, mert Tóth Istvánként szerintem kevesen azonosítanak Kanizsán. Hát én viszonylag későn kezdtem, mert középiskolába kezdtem el a táncot. Ez úgy történt, hogy éppen kémia órán feleltem, a vegyipariba jártam, és jött be az igazgató, hogy néptánc csoport indul, és jelentkezőket keres. És hát ha itt egy szép szál fiatal ember, akkor ön fog menni, ön lesz az első jelentkező. Így ilyen önkéntes alapon kerültem oda. De aztán megtetszett, megszerettem, akkor még a Hetési Laci járt oda tanítani, nála kezdtem el az első lépéseket, tőle tanultam, és ott viszonylag az iskolában elég korán, tehát egy évig talán működött a dolog, és
utána hívott el a Kanizsa Tánc Együttesbe, akkor ott Vizeli Dezsőnél kezdtem én is táncolni, és hát így indult el. Én már 16 éves voltam, amikor először láttam. Hazamentem, mondtam anyámnak, hogy járok néptáncra, rám, de táncra. Ilyen csöndes, visszahúzódó gyerek voltam, elültem a sarokba egész nap, tehát ők lepődtek meg a legjobban, hogy én táncra járok, és onnantól fogva viszont nem volt más, tehát azóta ez egy örök szerelem, úgyhogy ez volt az életemnek elválaszthatatlan része. Ha már mondod, hogy egy picit későn kezdted, milyen korban érdemes, talán ez a jó szó, ezt elkezdeni? Hát a szülő hasába az a legjobb. Tehát már ott el lehet kezdeni igazából. A csizmába születik a gyerek, ez a jó. Igen. Tehát igazán nem lehet ezt elég korán vagy későn kezdeni. Későn lehet kezdeni, de elég korán nem, tehát az már... Az én keresztlányom 2,5 éves volt, amikor először bevittem a Dezsék utánpótlásának a próbájára a Vizeli Vali meglátta, és azóta örök szerelem, és ez most de már tart. Mint mondta Lilla is, hogy sokan lányok már szültek, de akik már még a korai fázisban még egy kicsit mozogtak terhesen, tehát már ott a gyerek már érzi ezeket a ritmusokat. Tehát, hogyha miután megszületik ezekben a génekben, ezek már ott beivódnak, és akarva, akaratlanul is, mikor kicsit nagyobbak lesznek, ezek előtörnek, és jönnek. Tehát most már ott tartunk, hogy az utánpótlás csoportunkban a saját gyerekeink alkotják a magot. És ez így valahogy öröklődik tovább, már hagyományozódik. Ezt bárki megtanulhatja? Természetesen. Tehát ebben épp az jó, hogy ez nem idegen. Tehát ez a magyar népnek a hagyománya, a génekben, ez valahol ott van mindenkinek. Van, akinek kevésbé, van, akinek jobban, de ezt lehet fejleszteni. Tehát ezek... Egy-egy lakodalomban azért mindig mindenki tud csárdást táncolni, tehát ez szerintem nincs nem olyan magyar volt. Ember. Ugye? Így van. Meg találkozok emberekkel, kiderül, hogy néptáncol. Jó, de az azért, bocsánat, csak annyi, de az nem színpadképes minden esetben, föltétlenül. Nem, ez valóban nem. Nem, de a kezdeteknek jó. A alapoknak jó indulásnak. És mindig állangzik az a mondat, hogy gyerekként én néptáncoltam. Igen, tehát az mindenki táncol gyerekként. Iskoláskorban szerintem kevés olyan gyerek van, aki legalább egy vagy két néptánc órán nevet volna részt. Tehát valamennyi alapja, ismerettsége, fogalma mindenkinek van róla. És van, akinek ez megtetszik, esetleg tovább viszi, van, akinek nem. Mindig azt szoktam mondani, hogyha valaki odáig eljut, hogy már nem kapcsolja ki a tévét, hogyha van egy néptáncos műsor, akkor én azon elégedett vagyok. Mennyire kemény ez? Én most elmesélek egy történetet, nem biztos, hogy mindenki örül neki, főleg Ádám nem ott velem szemben, de ugye itt, amikor itt leültünk, és a fiúk elkezdték beállítani a kamerákat, akkor ott egy pici kis zűrzavar támadt, de én azt javasoltam neki, hogy hát vegye a vállára, és hát ezt a másfél-két órát, amíg rögzítjük a heti adásokat, csak kibírja. Megbeszéltük, hogy nem föltétlen bírja ki, mire a Lilla azt mondta, hogy be kell íratni hozzánk egy órára, és utána a következő alkalommal már simán a vállán lesz a kamera több órán keresztül. Erre a történetre is alapozva kérdezem, hogy mennyire kemény a fölkészülés, a gyakorlás, mondhatom azt, hogy az edzés? Nyugodtan mondhatod, igen. De bocsánat. Csak egy példa, hogy itt most hétvégén volt nálunk koreográfus, szombaton 9-kor elkezdtük, este 6-ig próbáltunk, utána 6-tól táncházasztunk éjfélig, és vasárnap 9-től megint kezdtük, és akkor olyan egy óráig. És tulajdonképpen akkor is csak azért hagytuk abba, mert menniük kellett. Tehát nem vettük ilyen, észre az időt. Ilyen az a hétvége volt. Ez állóképességben hol tartotok? Tehát mit tudom én, a futballistától a fitness világbajnokig terjedő skálán hol teljesen vagyunk? Más mozgás, tehát ezt így nehéz összehasonlítani, tehát bírni kell. Tehát elmentünk fesztiválra, 3 reggel felöltöztünk, estig ruhába voltunk, mentünk fellépés, vonulás tovább, tehát a 3-4-5 napig mentünk, és akkor nem ebben volt benne megállás. Van az adrenalin és a jó kedv. Tehát szeretünk is együtt lenni, nekünk nem teher a viseletbe lenni, hordani, szeretünk benne lenni, és amikor az embert elkapja a hév, akkor igazából nem nézi az időt. Teljesen más, amikor el kell menni egy edzőterembe, és le kell egy órát mondjuk biciklizni, sokkal nehezebben bírja az ember, mint egy ilyet. Jól gondolom én azt, hogy oké, a fizikai állóképességet
értem, értjük, meg aki látott már produkciót, az szerintem úgy nagyjából ezért el tudja képzelni, hogy milyen előzményei vannak annak a könnyedségnek, hiszen ti könnyedén táncoltok, az senki eszébe nem jut, hogy lehet, hogy naponta több órát egyébként pont ezt csináljátok, hogy ott az egy, az tökéletes legyen. Na de szerintem ehhez szükség van egyfajta szellemi kondícióra is. Így van, meg hát azért ez egy izomzat előbb-utóbb kialakult, tehát az az első, ha valaki elkezd táncolni, akkor egy 2-3 év kell neki, hogy azok az izmok úgy alakuljanak, úgy fejlődjenek, hogy rájönnek erre a fajta mozgásra. Tehát ez minden sportban megvan, tehát minden sporthoz valamelyik izmok úgy fognak fejlődni, úgy fognak alakulni, hogy ahhoz a sporthoz, ahhoz a mozgásformához igazodjanak, ugyanígy ez igaz a néptáncra is. És mikor megvannak ezek a mozgások, kialakult az izomzat, utána ez már könnyebben működik. Természetesen ezt mindig kell fejleszteni, kell edzésbe, kell tartani kondíciót, azt ápolni kell, de ez működőképes. De a szellemi állóképességről se feledkezzünk el, mert van. Ahhoz, hogy az ember fizikailag bírja, az nagyon jó, na de hát a koreográfiát tartani úgy, hogy az könnyed legyen, meg úgy tűnjön, hogy az ott születik meg a színpadon, vagy bármilyen parketten, vagy tánctéren. Tulajdonképpen ez sport is, meg táncművészet is, ha szabad így. Igen, meg hát azért nagyon sokat próbálunk, és próbáljuk a sorokat, tehát ez ugyanolyan, mint egy zenemű, vagy bármi, hogy soronként tanuljuk meg mi a koreográfiát, van, aki számol, van, aki dallamra, és azokat kell megjegyezni, de valahogy egy idő után amúgy elfelejtjük, és csak ahogy halljuk a zenét, úgy tudjuk táncolni, hiszen nagyon-nagyon sok koreográfiát meg kell tanulni, meg kell jegyezni. Most is, amit tanultunk frissen 2 nap alatt, tegnap bementünk, és még 2-3-szor eltáncoltuk, hogy meglegyenek a sorok, hogy rögzüljenek, tehát ahhoz hosszú idő kell. Amikor már megvannak a sorok, akkor a tudatalattiába az embernek ott elraktározódik, és megszólal a zene, és tudja, hogy mit kell táncolni. A színpad az valami nagyon más világot, megszűnik minden. Ott a zene van, az embernek a táncos párja van, meg a jó kedv. Így van, tehát először fejbe meg kell tanulni, amikor a fej már tudja, akkor az menje le a lába, amikor a lábár magától táncol, nem kell azon gondolkodni, de most merre lépek, ebből mennyi, hanem a lábár magától csinálja, és akkor fejjel már van idő koncentrálni, odafigyelni a párra, a zenére, a térformákra, a közönséggel kapcsolatot tartani, tehát ezt sok-sok gyakorlásnak kell megelőzni ahhoz, hogy ez a színpadon éljen. Tehát mi is, hogyha egy friss koreográfiával szeretnénk fellépni, akkor azt általában mindig pihentetjük egy kicsit, gyakoroljuk, és amikor már elég biztosak vagyunk benne, hogy közönség elé lehet vinni, akkor mutatjuk csak be. Tehát nem úgy, hogy most elkészült, és akkor holnap már ezt táncoljuk, ezt még akkor bizony hetekig gyúrjuk, és akkor utána kerül csak közönség elé, hogy az olyan állapotba kerüljön a közönség elé, hogy az élvezhető legyen. Az Alagyöngyénél van olyan, hogy kedvenc tájegység? Mindenkinek más. Van olyan, csak mindenkinek igen, más. Ez ugyanolyan, mint azt mondom, a bor, tehát mindenkinek meg vagy milyen fajta bort szeret. Van, aki a fehéred, van, aki a vörösed, van, aki a rozét. Itt is, tehát szerintem itt van, mindenkinek van valami kedvenc tánca, de ez személyenként változik. És mi lányok a szép ruhásokat szeretjük. És az hogyan, majd mondjatok erre példát egy kicsit a kulisszák mögé, és hadd lássunk, az hogyan alakul ki, hogy most nekem, mit tudom én, most a mezőségi jut eszembe, nekem a mezőségi a kedvencem? Hát ugye mindenkinek más az alkata, más a fizikuma, más az egyenisége, és ami jól áll neki. Amiben jól érzi magát, amit jól. Ez ugyanolyan, mint egy iskolában, azt a tantárgyat szereti mindenki, amit könnyen tud tanulni. Tehát ami az ő testalkatához jól áll, jól néz ki, szép benne, érzés, hogy tudja táncolni, azt nyilván szereti. Ami nehezére esik, azt nyilván nem szereti. Na, hadd tanuljunk egy kicsit legalább. Kettőt halljunk, hogy milyenek vannak nektek, mi az, ami leginkább bejön. Hát mi most lányok ezt az újat nagyon szeretjük, mi magyar bődi táncokat tanulunk, gyönyörű ruhái vannak, brokádból készült ruhái vannak, de a másik nagy kedvenc a lányoknak a kalotaszegi. Az pedig azért, mert ez nem titok, hogy nekünk a ruháink nagy része saját pénzből van, és nagyon sok ruhát veszünk külön-külön kiegészítőt, és van mindig az országos táncház találkozó,
és ott nagyon szép kalotaszegi darabokat lehet begyűjteni, és ilyenkor mi mániákusan megyünk, és mindig valami kis pluszt veszünk a ruhához, azt lehet nagyon szépen csinosítgatni, ezért nyilván ezt szeretjük megmutatni, hogy most lehet, hogy a néző nem fogja észrevenni, de mi pontosan tudjuk, hogy van egy új fülbel a való rajtunk, vagy egy díszes mellény, egy szoknya, egy kötény, mi ezeknek úgy tudunk körülni, mint más egy autónak. Hozzám legközelebb a Szatmár és Szatmár környéki táncok állnak. Valamiért ez engem nagyon megfogott, az a zene, az a táncformák, azok állnak. Talán nagyapám, egyik nagyapám arról a vidékről származik, lehet, hogy ez is bent van, de igazából ez a Verbumnak és a Csárdásnak a hazája innét indult el. Ez a dallamvilág, ez az életforma, ez az érzés, ez nagyon megfogott is nekem ez a kedvencem. Van olyan, hogy zalai néptánc kincs? Természetesen. Zala megye az, illetve ez a terület, ez nagyon korán polgárosodott. Tehát itt hamar levetették a viseletet, a táncok is hamar kikoptak. Kevés anyagot sikerült felgyűjteni, de van. Filmen van rögzítve. Van nekünk is egyébként zalai táncunk, most régebben táncoltuk, most egy kicsit azt pihentetjük, de vannak speciális zalai táncok is, úgyhogy itt is leginkább a csárdás, ami jellemző, az szinte a teljes magyar nyelvterületen megtalálható, van Verbunk Zala megyében, körverbunk, tehát ez ami a Rába közre, és itt a Dunántúlon megtalált, az a szabályozott formájú verbunk, amikor a férfiak körbe felállnak, van egy irányító középen, ő mutatja vagy mondja, hogy mit táncoljanak, és akkor körben a legények azt táncolják. Amit mondtam, hogy Szatmárban, ami az én kedvencem, ott viszont kötetlen a verbunk, ott a férfiak egyedül szabadon táncolják a verbunkot. Úgyhogy Zalára visszatérve van verbunk, illetve nagyon sok polgári tánc. Ezek a polgári táncok már az 1900-as évek után alakultak ki, ezek általában ilyen egy dallamra, egy kis mozgássor táncolnak. Nem is igazán tekinti a magyar néptánc mozgalom a néphagyomány, vagy a magyar tánckincs, vagy sorolja a táncok közé, de nem lehet elmenni mellette, mert ez is van. Belevonja a Somogyihoz inkább. De van eredeti ruhánk is, erre mi nagyon büszkék vagyunk. Néniktől vásároltunk, van olyan ruhánk, amit néni még hordott, ugye a lányoknak van zalai ruhája, van a híres Netz, ami egy ilyen díszes sapkaszerűség, ezt mi Galamboki újudvari néniktől vásároltuk, úgyhogy ez is van, viselet is van, csak nagyon-nagyon kevés, mert itt nagyon-nagyon korán ugye elpolgárosult, ahogy a Csonti mondta, meg elégették a ruhákat, tehát ugye nem kellettek az unokáknak, nem volt hova tenni a ruhákat, és akkor inkább elégették a mi nagy bánatunkra, de azért még tudtunk, sőt az alsó szoknyáinknak az egy része is néniktől vásároltuk, úgyhogy azokba táncolunk. Persze van, amit ki kell egészíteni, van az együttesnek saját varrónője, saját tervezőnk, igen, van Nagy Kriszti, ő a ruháinknak a megálmodója, ő néz mindig utána, és akkor amit ugye hordtak ruhákat, azokat hívjuk mi eredeti ruhának, és azokat pedig kiegészítjük a vart ruhákkal, ami hasonlít hozzá. De jó, ezt szerintem kevesen tudják, hogy eredeti ruhák is vannak rajtatok. Nagyon szépen köszönöm mára, folytatjuk a holnapi adásban. Önöknek is ez az ígéret és az ajánlat, találkozzunk. Ha ma kedv van, akkor szerdán, és viszontlátásra. A műsor dekorációját a bíborvirág készítette.